Kiknek ajánlanád ezt a programot? Ahogy a felhívásban is szerepelt, amikor én jelentkeztem ezelőtt 2 évvel, minden pályakezdőnek, és ahogy ugyanúgy szerepelt a felhívásban, célszerű azért, hogy valamilyen sportot űzött, legalább amatőr szinten, tudja, milyen az, amikor bemegy egy öltözőbe, hogyha csapatsportot, akkor tudja, hogy milyen csapattársakkal együtt edzeni, dolgozni, küzdeni egy sikerért. Végül is itt is egy sikerért küzdünk azért, hogy a 2 év után tudja azt mondani az iskola, és tudjuk mi is azt mondani, hogy sokkal többek vagyunk, mint amikor bejöttünk. Egy szóval mindenkinek, de azért az feltétel, hogy a sport iránt érdeklődjön, és fogékony legyen arra, hogy új dolgokat megtanuljon. És akik érdeklődtek nálam most a jelentkezők közül, azoknak is mondtam, hogy nem titok, hogy ez nagyon jó, de tanulni kell. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy itt tanulni kell. Akkor viszont nagyon jó kapcsolatokat lehet építeni, és társainknál és nálam is látom, hogy vannak lehetőségek. Természetesen azoknak, akik szeretik a sportot, de ez önmagában nem elég, mert nagyon fontos, hogy otthon is legyünk a sportban. Nem elég az, hogy hétről hétre megnézed a kedvenc csapatod meccsét, vagy esetleg más meccseket is. Fontos az, hogy ismerjük a sportolókat, a múltat is és a jelent is. Mindenkinek, aki ebben a szakmában képzeli el a jövőjét, őszintén szólva, tényleg, hogyha bárki is affinitást érez magában, hogy kamera elé álljon, annak itt a helye, mert élesben, kvázi élesben, stúdiógyakorlatok formájában megtanulhatja ezt a szakmát. Szerintem én is, és még a csoportból páran ékes bizonyítékai vagyunk annak, hogy honnan, hová lehet eljutni, és már életben dolgozni nagy médiumoknál. Aki kamera elé szeretne állni, tehát kicsit ilyen extrovertáltabb személyiség, az annak mindenképpen, de aki csak írni szeretne, az is rengeteget tanulhat itt. És tényleg magasak a követelmények, de ezáltal lehet igazán fejlődni. Ilyenkor azt várják az embertől, hogy azt mondja, hogy mindenkinek, de abszolút nem mindenkinek, mert ez az iskolához, ez a programhoz tulajdonképpen kell egy elég komoly elhivatottság szerintem, illetve aki írni szeretne, annak mindenképpen, és aki képernyőre akar kerülni, annak is mindenképpen. Emellett természetesen, hogyha valaki nem is kerül képernyőre, és nem is helyezkedik el majd a sportújságírói pályán, a magánéletben is tudja hasznosítani az itt tanultakat, tehát gondolkodó embereknek akkor inkább. Az NTG-n azt gondolom, hogy elmondható, hogy egy olyan projekt, ahol tényleg látszik, hogy a szakmaiságra helyezték a hangsúlyt, adottak a technikai körülmények, tényleg jól felszerelt stúdiók vannak, megfelelő hozzáértő személyzettel, tehát tényleg profi körülmények között gyakorolhatunk és készülhetünk a különböző média munkáknak a elvégzésére. A sportújságírói képzést olyanoknak ajánlanám, akik tényleg nagyon aktívan és hosszú ideje foglalkoznak a sporttal, legalább rajongói szinten, de van egy átfogó rálátásuk, és tényleg figyelemmel követik legalább a saját életük, hogy mondjam, ilyen 10 éves korától kezdve, mert az a fajta lexikális tudás, az közben is nyilván fejlesztjük, meg ez erre nagyon komoly hangsúlyt fektettek a tanárok, de azért egy alap az mindenképpen kell. Ilyen szempontból én extra hátrányból indultam, mert talán nekem volt ez a legvékonyabb. Úgyhogy azt mindenképpen tartsák szem előtt, hogy aki ide jelentkezik, annak legyen egyfajta biztos tudás bármisebben. Aztán azon belül meg nyilván kell, hogy kellően elhivatott, meg lelkes legyen, meg maga biztos, hogy tényleg kamera meg mikrofon mögé tudjon állni. A többi része azt szerintem majd itt úgy is letisztázódik. Mindenképp olyanoknak ajánlanám, akiknek vannak olyan ambícióik, amiket el szeretnének érni bármilyen médiában, olyan embereknek, akiknek van jó tűrőkészségük, mert azért ide mindenképp olyanokra van szükség, nem lehet rövid idegzettel ezeket végigbírni, illetve olyan embereket szeretnék itt látni, akiknek vannak kreatív gondolatai, és azokat meg is tudják valósítani, mert anélkül nem lehetnek egyéniségek. Mindenkinek.